A Rozsnyói Sajó Banda elkezdődött címmel bemutatta első jubileumi műsorát. Az 5 éves népzenei együttes stílusteremtő nagykoncertje egyrészt szakítás volt a hagyományos népzenei koncertklisékkel, másrészt komplex előadást láthatott a közönség, amelynek középpontjában önmaguk fejlődés története fogalmazódott meg. Jussunk el, légy szíves, addig, hogy a András, amikor ez a kibelépegetés megvan, utána még egy strófát játszotok teljesen, teljes bandával. Jó? Ezek a felvételek még nyáron készültek az első próbákon. A csapat valami újszerűt akart létrehozni, de amikor Nemes Szilvia, táncos koreográfus igent mondott a felkérésükre, hogy rendezőként a műsor élére álljon, talán maguk is megijedtek a feladattól. Kb. 2 héttel ezelőtt kezdtem el inni az egész műsorba, addig így nem nagyon számítottam rá, hogy most ez valamilyen nagyot fog adni, de így talán most lett az, hogy igen, ez tényleg jó lesz. A Sajó Banda Hagyományok Háza hálózat által kezdeményezett népzeneoktatás hatására alakult. Volt köztük, akinek volt zenei előképzettsége, de olyan is volt, akit csak az elszántság és lelkesedés hajtott. Kristóf Áron amellett, hogy a csapat másodhegedűse, egyúttal virtuóz harmonikás is. A Covid járvány idején YouTube csatornáról tanult meg harmonikázni, mert már unta a hegedűt. Azért szeretem, vagy azért örülök leginkább ennek a műsornak, mert itt már elrugaszkodhattunk az autentikától, és saját ötleteket, zenei ötleteket tehettünk bele a zenénkbe, és ez számomra egy nagyon nagy öröm volt, hogy végre ezt is meg tudjuk mutatni, mert eddig ugye nem volt rá hol alkalom. Nem volt olyan keret, amiben ezt bele tudtuk volna helyezni. A népzene és a népdalok által egyedi megfogalmazású érzelmek és hangulatok teremtődtek meg a szűk másfél órás színpadi előadásban. A zene segítségével végigvezették a nézőket csallók köztől a bodrok közig, akik közben kortárs eszközök segítségével egy átalakulásnak lehettek tanúi. A táncosokból zenészek lettek. Népzenei koncertben nem tudok egyelőre olyat, ahol ilyen jellegű kezdeményezés a népzenés társadalomba elindult volna. Nagyon különleges ez a zenekar, mert mivel táncos múlttal rendelkeznek, sőt aktívan táncolnak többen is a zenekarba, a színpadi szituációkhoz, a színpadi feladatokhoz egészen más viszonyuk van, mint azoknak a zenészeknek, akik úgymond csak zenélni tudnak. Keskeny az a palló, amin egyensúlyozunk. A folklór az egy historizáló műfaj. Ehhez képest a kortárs világ, amiben ma élünk, az egyre távolabb esik ettől a korszaktól, és éppen ezért nagyon nehéz összekötni úgy a ma emberét ezzel a historizáló műfajjal, hogy kapcsolódni tudjon hozzá. Az alkotóknak mégis sikerült. Azt csináltuk, hogy nem a legsikeresebb számokat mutattuk be, hanem igazából a mi 5 évünket. Tehát, hogy ahogy mi elkezdtünk együtt, már akkor is együtt voltunk táncolni, és ahogy a táncosságból elkezdtünk lépegetni a hangszerek felé, aztán ahogy elkezdtünk együtt muzsikálni, és végül most odaérkeztünk meg, hogy kibékültünk azzal, hogy mi zenészek is vagyunk. A válasz erre a kis kortárskodásra, hogy ez az igazság, hogy már régóta várunk arra, hogy ebben kipróbálhassuk magunkat. A jubileumi nagykoncert nem visszatekintés volt, hanem egy útkezdő előadása, egy műfajteremtő kísérlet. Teljes mértékben azt gondolom, hogy nem tudtuk volna ezt megoldani, anélkül, hogy kikerülünk ebből a hazai közegből. Tehát mindenképp az inspirációt, azt Magyarország adta, a magyarországi szakma. Azt gondolom, hogy ott vettük ezt az életet, hogy így egy más úton is elindulhatunk. Valójában a cél nem ez a műsor volt, hanem önmagában ez az út. Tehát ezen az úton rengeteget fejlődtünk, ami enélkül nem sikerült volna. Tehát ez egy olyan motivációt adott nekünk, hogy most azt érzem, hogy a csillagos eget is le tudjuk hozni, ha úgy döntünk, hogy meg akarjuk csinálni. A zsúfolásig megtelt színházterem és a szűnni nem akaró taps bizonyíték rá, hogy a Sajó Banda kitűnő műsort adott, és jó útra lépett.